Segítséget kér a környékből, jön is gyorsan egy segítő. Első pillantásra ijesztő képek, de szerencsére hamar kiderül, nincs ok az aggodalomra. Itt és most. De bárhol és bármikor felhangozhat ez a segélykiáltás éles helyzetben is. A Kanizsai Dorottya iskola egészségügyi és diákjai és tanárai pedig azért jöttek ide le az Újpest központ aluljáróba reggeli csúcsforgalomban, hogy minél többen megtanulhassák, mit tehetünk, mit kell tegyünk egy ilyen helyzetben. Minden emberélet kincs, úgyhogy ha valaki megtanulja, akár a mi tanítványaink, akár a gimnazistáink, akik nem szakmások, akár idegenek, az mindenképp előny. Hát innen jött az ötlet, ugye ma van a Újraélet és Világnapja, és ebből az alkalomból gondoltuk, hogy kijövünk egy kis reklámot csinálni az életnek. A reklámra pedig igencsak szükség lehet, hangsúlyozza a szakember. A hirtelen halálozások, amikor tulajdonképpen egy egészséges egyén, látszólag egészséges egyén hirtelen összeesik és meghal, ez nagyon nagy számban van jelen Magyarországon, és körülbelül évente 25-26 ezer esetet regisztrálnak, tehát napi akár 70 vagy annál több ilyen esemény is történt az országban. Azt figyelték meg, hogyha egy-két percen belül valaki elkezdi egy határozott mellkas összenyomással a mellkas nyomni és a keringést pótolni, illetve a mentőszolgálatot hívni, akkor ezek a túlélési esélyek nagyon jók. Még jobb, hogyha a környezetünkben van egy újraélesztő készülék, amit bekapcsolunk, és ezt követően utasít bennünket, tulajdonképpen mindent elmond, hogy mit kell csinálnunk, és hogyha azt használjuk, akkor még hatékonyabb legyen az egész. És nem mindegy, nyilván, hogy hogyan, mi lesz a kimenete egy ilyen hirtelen rosszulétnek, egy keringés légzés leállásnak. Tehát az első észlelő itt a kulcspont, aki észlel, észrevesz, hívja a mentőket, és megkezdi az újraélesztést, semmi másra nincs szüksége a két kezére. Ezzel életet lehet menteni. Ez a fiatal ember nem csak nézte, de igyekezett is megtanulni, hogyan. Szerintem nagyon fontos, hogy ilyet tudjunk, mert a mai életben bármikor lehet, hogy találsz egy ilyen haldokló embert, és akkor így újra tudod éleszteni. Tökéletesen igaza van. Sikerült-e megtanulni? Sikerült, de nem könnyű. Szóval azért nagyon fontos, hogy nyújtva kell lennie a kéznek, hallgatni kell a légzést, mindenre figyelni kell, úgyhogy nehéz, de nagyjából sikerült. Köszönöm, ön azért valószínűleg nem lesz majd tétlen egy ilyen esetben. Igen, most már azért tudni fogom, hogy mit kell csinálni. És ha ő, vagy bárki más, aki itt most az Újpest központ aluljáróban elleste az újraélesztés sportijait, akár egy ember életet is megment, már megérte. A segélygyújtókat pedig tapsoljuk meg, mert nagyon ügyesen végezték. Köszönjük szépen!